Tisztelt konferencián résztvevők, szeretettel üdvözlünk mindenkit. Dr. Limusz Dominikot szeretném bemutatni, magam pedig Dr. Tényi Tamás vagyok. Mindketten a Pécsi Tudományi Egyetem Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikájának a munkatársai vagyunk. Az előadásunknak a címe ugye 1911 Moravcsi Klinika, és hát végül is az alcím rejti valójában az igazi mondani valót. Csáb Géza és Reuter Camillo paranoia publikációjának összehasonlító elemzéséről szeretnék röviden beszélni. Mielőtt ugye ebbe bele fognánk, hagyj emeljem ki Dr. Limusz Dominikot, aki egy fiatal kolléga, aki is ezzel a kérdéssel tudományos diákörösként már negyedéves korában kezdett foglalkozni az én témavezetésemmel, szerény irányításommal, és számomra egy nagy öröm, hogy most már fiatal rezidens orvos kollégaként közösen egyezhetjük ezt az előadást. Úgyhogy ezután a bemutatkozás után szeretném is akkor elkezdeni az előadást. Azzal, hogy ugye 1911 ugye jelentős esetnek az éve, ugye Sigmund Freud ebben az évben publikálta a híres Schreber esetet, amiben egy Schreber bírón a önéletrajzi írása alapján végezte el a paranoianak a pszichoanalitikus felfogását, a pszichoanalitikus leírását, ugye részletesen elemezte az eset különböző aspektusait, az esetben felelhető pszichoanalitikus szimbolikát, és ez volt az az eset tanulmány, amiben Freud ugye a projekciónak, a látás homoszexualitásnak, tehát azoknak az alap téziseknek, ami a pszichoanalitikus megközelítését a paranoiának jelentette, lefektette. És hát nagyon érdekes, hogy 1911-ben, pontosan ebben az évben ugye két hazai publikáció, illetve két hazai szerző, három publikáció is megjelenik, amiről ma ugye szó lesz. És Budapesten ugye Reuter Camillo és Csáb Géza közölnek, ugye erről majd részletesen fogunk beszélni. Ugye Reuter két dolgozatot tesz közzé a gyermek paranoia tünetekkel és a paranoia kérdése című közleményeket, míg Csáb Géza, ugye Brenner József ugye orvosi nevén az elmebetegségek pszichikus mechanizmusa című jelentős munkáját adja közre, és valamely mindketten ugye, és ez adja az előadásnak az apropóját és a címét, ugye a Moravcsi Klinikának a munkatársai, és ezek a publikációk ugyanúgy 1911-ben kerülnek közlésre, mint a Freud eset. És hát akkor át is adnám a szót Limusz doktornak, aki a Moravcsi Klinikáról fog egy pár gondolatot velünk megosztani. Nos, a képen látható a klinikának a képe, megépítése után pár évvel. A Moravcsi Klinika az egy jelenleg is létező épület, a Budapesti Szemleges Orvostudományi Egyetemnek a pszichiátriai tömlés jelenleg ugyanitt helyezkedik el. Nevét első professzoráról, igazgatójáról, Moravcsi Kernő Emérről kapta, aki egyben úgymond az építetője is volt. Mester Álmát valósította meg az évben, hogy egy tisztességes pszichiátriai klinikát hozzon létre a pácienseiknek. Mind a kettő szerző, akit az előadásban tárgyalni fogunk, itt dolgozott. Reuter Camillo 1901 és 1914 között. Az épület az 1908-tól létezik, az ellentmondásnak a feloldás pedig abban rejlik, hogy már a korábbi épületben is részt vett Moravcsi professzornak az igazgatása alatt. És hát a diploma megszerzése után 1909-ben kezdte el itt életét és az egyetemi pszichiátriai pályafutását 14-ig. Itt látható az arcképe bizonyos első igazgatónak, Moravcsinak. Igen. Az első ugye, két szerzőről beszélünk ma, Reuter Camilloról és Csáb Gézáról. Dr. Reuter Camillo 1874 és 1954 között élt, ugye az első világháborúig, ahogy már itt elhangzott, ugye a Moravcsi Klinikán dolgozott, az első világháború alatt ugye a zágrábi helyőrség elmeklinikáján tevékenykedett, majd
az első világháborút követő években ő lett a mi egyetemünknek, ugye a jelenlegi előadók egyetemének, a Pécsi Egyetemnek, annak is az idegelme klinikájának ugye a vezetője, igazgatója, és két periódusban dékánként is tevékenykedett az egyetemen. Ugye egy elismert alakja volt ő a Pécsi Tudományegyetemnek a két világháború között, ugye az ő nevéhez kapcsolódik ennek az előadásnak, ez nem témája, az úgynevezett Reuter gyűjteménynek az összegyűjtése, amely a paciensek rajzait, festményeit, a különböző pszichotikus betegek műalkotásait gyűjtötte össze, amit aztán 1956-ban Jaka Birén nevű akkori agyunktus feldolgozott. És érdekes, hogy az ő gyűjtő szenvedélye az nem csak a betegek rajzaira terjedt ki, hanem kiterjedt a természetvédelmi munkásságára, és nagy botanikus gyűjteménye volt, és egy nagyon jelentős munkásságot fejtették ki. Itt látjuk ugye Reuter Camillo képét. Az egyik dolgozat, ami 1911-re datált, hogy ez a gyermek paranoid tünetekkel, ez előadásként hangzott 1911 májusában, a publikáció 11-ben történt. Egy akkor ritkának gondolt, de már Esquirol által és mások által is említett létező kórképről van szó, ugye voltak nagyon korán olyan felfogások, paranoid pszichózis, hogy gyermekkorban nem lehetségesek, ezt már többen cáfolták, már rajta korában is több eset tanulmányos ismert volt. Dolgozatában a századforduló idején ugye már, ahogy említettem, ismert jelenséget mondja ki, amit Schwarzer és Esquirol is már ismertettek. Két nagy csoportot különített ebben a rövid kis írásban, ami a gyermekkori paranoid tünetképzéssel kapcsolatos. Az egyik esetében ugye a szellemi fogyatékosság talaján alakul ez ki, míg más esetekben epizódszerűen jelni kezd meg, és nyomtalanul vagy maradvány tünetekkel múlik ez el, tehát egy kvázi egy kicsit az endogén pszichózisok korai indulását idézi ez. Gyakran társulat hangulatzavarokkal hívja fel erre rajta a figyelmet. Jellegzetes a paciensnek a személyisége, intelligens, korabén, introvertált karakter, és a dolgozatban ugye is felhívja a figyelmet, hogy elsősorban mérgeztetéses tünetek gyakoriak az ő általait bemutatott esetben is az ott szereplő fiú pszichózisa, neve pszichózisában a gyermek nevet, gyanakvó volt, minden szagolgatott, mert mindenhol mérgeket sejtett. A második ugye Reuter dolgozat, amit röviden ebben az előadásban említenék 11-ből, ami a paranoiával kapcsolatos, ugye ez egy elméleti munka, ez is előadásként hangzott el 1911-ben, és publikációját gyakorlatilag 12-ben történt. Ez egy összegző írás az addig megjelent tanulmányokról, illetve egy saját véleménye, saját állásfoglalásnak a kifejtése. Ugye Reuter jól demonstrálja ebben a dolgozatban, hogy alapvetően két csoportban rakhatók ezzel kapcsolatos írások már abban az időszakban. Az egyik, az döntően a heveny és számos más tünettel kísért zavar tágabb értelmezésében fogta fel a paranoiát, és ez a második álláspont volt a leginkább azért előtérben. A második álláspont szerint ez egy időt lassan kibontakozó ritka kórkép, aminek egyetlen tünete a részletes téves eszmerendszer. Tehát az, amit ugye Esquirol is, vagy Kreppelin is hangsúlyoztak, hogy a paranoia egy rendszerezett téveszmékkel, más pszichopatológiai tünetekkel a téveszméken kívül nem bíró tünetcsoportot jelent, emellett foglal állást, aztán majd látni fogjuk Reuter is, ahogy a klinikai főnöke Moravcsik tönkönyvében is így foglalt állást, és elhatárolódtak a főleg Cihen nevéhez kapcsolódó első állásponttól, miszerint ez egy heveny és nagyon színes tünetten a bíró kórkép lenne. Hatékony terápia még abban az időben nem volt, és ahogy utaltam már rá rajta az utóbbi definíció mellett, tehát ennek a körülbelül definíció mellett foglalt állást. És a jelenkori paranoia felfogása, amit ugye a DSM-ben, az Amerikai Pszichiátriai Társaság tankönyvében, vagy a BNU-ban is olvashatunk, szintén emellett a Reuter által már 1911-ben kifejtett álláspont mellett foglal
állást. Reuter két írása alapvetően deskriptív pszichopatológiai jellegű volt, ahogy majd látni fogjuk, ez lesz a nagy különbség Csáttal szemben. Reuter pszichoanalitikus értelmezésekben nem bonyolódott, ilyeneket nem vezetett be a dolgozatában, hanem a leíró pszichopatológia módszertanát alkalmazta. És hát ugye ezt látjuk ezen a dián is, elsősorban a keresztmetszeti képpel foglalkozott, nem keresne igazából a forrás, nem keresne a tudattalan hátteret, és nincsenek ezekben az írásokban pszichoanalitikus értelmezések. Nos, lássuk akkor az összehasonlításnak a másik oldalát. Cser Géza, vagyis dr. Benedek Józsefnek az emberbetegségek pszichikus mechanizmusa fog sorra kerülni, mint egyetlen ismert szakcikke. 11-ben jelent meg szintén, és egy évvel később került publikálásra. A különböző részekből áll, elsőképpen ismerteti azt az elméletet, ami a pszichoanalitikus gondolkodást tükrözi. Utána következik a kórház, az analízis, a diagnózis és a befejezés, ezeket hamarosan kicsit részletezni is fogjuk. Egy egyedi alkotásról van szó, mert nem csak szakkönyv, nem csak az orvosi szemszöget vélhetjük benne felfedezni, hanem ez egy irodalmi alkotás, a művész igénye is kitűnően fogyasztható, és ezeknek a szintézisét, összegzését tudja Csák megvalósítani egyben. Maravcsik professzor Csákmestere támogatta végül is ennek a szakkönyvnek a megjelenését, igaz, hogy biztatta Csátot arra, hogy ez egy önálló munkája legyen, és nem a klinika címere alatt jelenjen meg. Ferenczi Sándortól a magyar pszichoanalizisnek egy kulcsfontosságú szereplőjéről és Freudnak a közvetlen tanítványától és barátjától viszont kevésbé megfogadtatást kapott, ugyanis felhozza Csáknak, hogy túl hamar alkot elméleteket, illetve megkérdőjelezi magának Freud mesternek a szavaitól számított hűségét is. Az általános pszichopatológia, ami az emberbetegségeknek vonatkozóan kerül kifejtésre, Freudnak, illetve még inkább Jungnak az elméletére alapozik. Ebben szenzációk, vagyis érzelmek kerülnek a középpontban. Ezekből kialakulnak komplexek, ezeknek a hosszas és részletes ismertetése hangzik el a műben, hogy hat darab van belőlük, és ezek határozzák meg összességében elménket, amiknek a különböző prioritásai egymáshoz való viszonyuk, illetve egymáshoz viszonyított méretük, az hatalmas egyéni különbségeket mutat, és bizonyos konstellációk pedig ki tudják alakítani az különböző elmebetegségeket. Innen vezeti le a mai elnevezésben konverzió, régebben hisztériának is a kór eredetét. A következő része a híres Gékis asszonynak a kórrajza, az ő által írt levelek és napló részletek, amiket Csád összegyűjtött, és pontosan átmásolt a műben. Ebben nagyon részletesen tudomást szerezhetünk. Magára arra a téveszme rendszerről, amit Gékis asszony létrehozott saját magában, ami ugye kezdődött azzal, hogy volt egy élethelyzeti nehézsége, párválasztási, házasodási komplikációk merültek föl, édesanyja ápolása, illetve félelme a betegségtől és az ellenben eltemettetéstől. Egészen odáig, amíg kidolgoztam ezt az ősi mítoszokba illő rendszert, ami alapján az első létező élőlényt, amit csak lénynek hív, kialakította a világuralmát, a nappal azonosítja ezt a lényt. A következő fejezetben a magának a pszichózisnak az analízise kerül terítékre. Itt idéztük Csáknak a fő kérdéseit, amit fel is tesz a fejezetnek a elején, az, hogy hogyan fejlődött a pszichózis,
az élethelyzetéből a páciensnek kiindulva és a komplexeket felhasználva ezt végigvezeti. Miért fejlődött úgy, ahogyan fejlődött, itt kifejti, melyik komplexnek, melyik kifejezett szenzitizációja az, ami előtérbe került. És a harmadik, ami egy nagyon érdekes elgondolás, hogy célszerűnek és gépszerűnek írja le az egészet, hogy egy címben is a mechanizmust olvashatjuk, és egyfajta valózott gépként képzelje ezt el. Diagnózis felállításában leírja azokat a klinikai vizsgátokat, amiket a pácienssel elvégeztek, itt az intelligenciának a vizsgálatai, a különböző szavaknak, kifejezéseknek az asszociációját és memóriáját írja le, illetve a testi oldalról is megközelíti a beteget. És a végkövetkeztetés az, hogy a demencia praecox, ugye a szkizofrénia régi elnevezését elvetette, és a paranoia hisztérikát állapította meg, ami ugye a paranoiának, illetve a konverzió zavarnak egy keveréke. Összefoglalva Chart írását, ugye a pszichantikus hatás, ami Freudtól ered és Jungon keresztül úgymond felerősítve érezhető. Ez nagyon szembe tűnik. A pszichoanalízisből indul ki az elmélet, az igaz, viszont Chart a saját lényében nagyon sokat tett hozzá, és az ő intuíciója az igen, csak érződik benne. Amire koncentrál, az maga a pszichopatológia, hogy miért fejlődött ki, hogyan keletkezett, milyen mélységekből táplálkozik ez az egész, és kevésbé elmint gyakorlati szempontokat, például a terápiát. Mint említettem már, irodalmi szempontból sem elhanyagolható a mű, rendkívül érdekes olvasmány tud lenni. És az a mechanikus elképzelése, ez a gépszerű modell, ez is egy nagyon fontos jellemzője neki. Chartnak érdemes az életműnek az egész kontextusában, szövegkörnyezetében értelmezni a művét, hiszen, hogyha belehelyezzük az életműbe, akkor láthatjuk, hogy már elmúltak a korai novelláknak a színes, álomképszerű, kosztalanyéval rendkívül rokon idői, és már félúton vagyunk a morfinizmus által erősen befolyásolt, szürkült, mondjuk földhöz sokkal közelebb írásoknak. Igen. És végezetül néhány irodalmat, forrást jelölünk meg, amelyeknek a valódi kibontására, majd természetesen a tervezett tanulmányban, amire lehetőség lesz, fogunk ítérni. Kiemelném, hogy a Buda Bélának, Mészöly Miklósnak és Zajvé Mihálynak ugye a Chart munka előszavaként, utószerként közzétett írásai, illetve hát más szövegeket is, amelyeket itt ez a forrás bemutató feltár, és megköszönve a figyelmet, ugye a lehetőséget erre az előadásra fiatal kollégámmal igyekszünk majd ezt a kérdést egy részletes tanulmány keretében kimondani, amelyet itt most csak néhány vázlatpont keretében tudtunk ismertetni. Köszönjük szépen a figyelmet! Mindketten!